A verbászi helyhatósági választásokat nagy fölénnyel nyerte a szerb haladópárt. A megszerezhető mandátumok felét ők kapták. A 36 képviselői helyből 18-ra haladó képviselő jutott be. Bajtai Kornél, a Magyar Szó újságírója szerint nem meglepő a haladók győzelme. Verbászon hagyományosan nagy bázisa van a legnagyobb kormánypártnak. Korábban is Verbász a korábbi években egy erős radikális bázisnak számított, tehát tulajdonképpen visszaállt a régi rend. Az pedig, hogy most Vučić személyesen megjelent, és most ilyen nagy ünneplést csapnak meg, hogy úgy felfújták, ez nyilván ebből ered, hogy annyira túlnyerték magukat, és annyira szeretnék már átvenni a teljhatalmat, ahol csak lehet. Tehát különösebb jelzés ebből nincs, az önkormányzati eredmények nem jelzik előre pontosan azt, hogy országos szinten hogy alakulna az egész dolog. A mozgósított erőket figyelembe véve a pártoknak nagyon is számított, hogy milyen eredményt érnek el a verbászi helyhatósági választásokon. A Demokrata Párt a teljes tartományi vezetés mellett Dragan Gyilas pártelnököt is felsorakoztatta. A szerb haladó párt képviseletében Alekszandar Vučić elnök kampányolta legtöbbet. Nikola Perušić újságíró nem tartja etikusnak, hogy a köztársasági szervek nyíltan a haladók pártjára álltak. A Vajdaságban változik a helyzet, és biztos, hogy ez hatni fog a tartományi szervekre is, olyan ételemben, hogy egyre jobban fogják majd kírni a választások ugye, kiírását. Csak hogy ami mondjuk nekem, igen, mondjuk különösen zavar ebbe az egész helyzetben, ami szúrja a szemet, az, hogy hogy jutottunk ideig. Úgy jutottunk ideig, hogy nagyon nagy lobbizás volt, a különböző köztársasági szervek jelentek meg Verbászon, úgy beszéltek az emberekkel, lobbiztak, ugye? És elsősorban az elnök, a Nikolić úr. Tomislav Nikolić Szerbia elnöke megválasztásakor lemondott a szerb haladó párt elnöki posztjáról. Annak idején azt mondta, hogy felül kíván emelkedni a pártpolitikai csatározásokon. Most mégis részt vett pártja kampányában Verbászon.